összeállt egy csomó ember, aki anyagilag támogatta Batonnak azt a gondolatát, hogy a pasiót vigyék a Kőhegyre. A Kőhegyen van egy medence, a kápolna mögötti katlanba legyen a pasió. Ott kiépítettek egy valóságos Jeruzsálemet. Pénzt ezek az emberek adták, akik a Bató körül sereg lettek és pasiót terveztek. Akkoriban több mint 25 ezer pengőbe kerül, ami azt jelenti, hogy az több családi ház volt akkor. Kellene keresnem egy olyat, ahol az épületek látszódnak, mert az is van, ha jól emlékszem, 11 épület volt, szabályos építkezések, építési engedéllyel felépítve, gondolhatja, hogy mi volt az oda fölcipelni. Na itt látni, ezen jól látni az egyik épületrészt, ez Pilátusnak a palotája. Ezeket a jelmezeket maga Bató tervezte, és az asszonyok a feleségének a vezetésével meg is varták. Valóságos színpompa volt. Még arra is volt gondja ennek a tanítónak, nem is tudom honnan vette ezt a tudásanyagot, hogy a színeket is tanulmányozta. A nézőtér akkora volt, hogy 2000 embert is befogadott. Ha valaki ismeri a helyet, hát ez egy valóságos aréna, hát egy gyönyörű dolog volt.
Altot kérem előbb, jó? Mi, so mi nach meiner Heimat verloren, nach meiner Heimat. Wieder einzigesebe. Nach meiner Heimat zieht mich wieder da. Nach meiner Heimat zieht mich wieder. Es ist die Art. Gyerek, ez a legkényesebb pont. És ist die alte Heimat noch. Igen, nagyon alacsony énekelik az isztet, jó? És ist die alte Heimat noch. Es ist die alte Heimat noch. Wir hören noch rajta. Nach meiner Heimat siehst mich wieder. Es ist die alte Heimat noch. Jó, na most még valami. Jól a más hangzókat kiejteni, mert különben nem érthető. A közönséget elsőben az érdekli, hogy mit énekelünk, jó? Rajta. Nach meiner Heimat zieht mich wieder. Figyelj! Es ist die alte Heimat noch. Diese Beruf, dieselbe Freundinnen. Ezt kössétek. Dieselbe Luft, Jo. Dieselbe Luft, dieselbe frohe Lieder, und alles ist ein anderes Buch. Kam da ein Schriftstück raus, dann konnte man sich entscheiden, wie man in der Schule unterrichtet werden will. Entweder ganz ungarisch, ganz deutsch oder gemischt, also Vegyes. Und meine Generation, wir haben meistens Deutsch gesprochen im Elternhaus. Die Eltern konnten kaum Ungarisch, also ganz wenig. Sie sind ja auch immer ausgelacht worden, wenn die nach Budapest gingen, mit einer Tracht, mit den langen Röcke. Das waren halt die dumme Schwaben, Buda Schwabok. Ich war in der Magan-Polgari zum Beispiel. Ich habe eine junge Lehrerin gehabt, eine Tanarnö habe ich gehabt. Die hat mich ununterbrochen bestraft, nur weil ich in der Zehnerpause zwangsläufig, nicht extra, weil ich mit meinem budaischen Schulfreund mit dem Törnbali der Deutsch gesprochen habe. Ich habe das einfach als 10-, 12-Jähriger nicht verstanden, warum ich eigentlich meine Muttersprache nicht sprechen darf. Es gab überhaupt keine Absicht, bewusst nicht Ungarisch zu sprechen. Sobald ich meinen Schulkamerad getroffen habe, der Ungar war, habe ich automatisch Ungarisch gesprochen. Az apám egy schwab születésű ember. Nagyszüleim csak svábul beszéltek, nagyon törve magyarul, de magunk, mint a fiatalok, a négy gyerek, mi már csak magyarul beszéltünk odahaza szüleinkkel, és a nagyszülők jelenlétében akkor svábul beszéltünk. Mink, a budaörsek, németek voltunk, tanultunk németül, énekeltünk, és aki Pestre járt, az a barátkozott is a magyarokkal. Hát én például játszottam Budapesten, a bosnál magyarokkal fociztam velük, ne? És semmi izénk nem volt. De csak egyet soha nem viseltem el, hogy mindig azt mondják, hát te sráp vagy. Miért? Ne? Tetszik tudni? Miért? Miért vagy te sráp? Hát a kormány akkoriban ezt mind 250 éven keresztül megengedte, és ápolta, és egyszerre sem. Apám állami tisztviselő volt, és a első világháború után, Trianon után kezdődött ez a bizonyos magyarosítás, hogy állami tisztviselők, vitézek, stb. Mindegy, vegyenek föl magyar neveket. Hát így lettünk mi is Párkányiak. Az édesapám a Honvédelmi Minisztériumban szolgált, mint polgári altiszt. És akkor föl lett kérve, a 30-as években, hogy nem akarja megmagyarosítani a nevét. Hát azt mondja, ha jónak találják, akkor benne vagyok. És így megmagyarosított a nevét, és ezáltal, mikor a volksbundisták jöttek, nagyon gúnyolták, sokat kellett neki a magyar névért szenvedni. A anyanyelvem német, de én magyarnak érzem magamat, úgyhogy hát én magyarnak vallom magamat.
Akkor azt mondta, hogy hát nem lesz ez későbbekben baj. Mondom, főhadnagy úr, ez már az én dolgom. És akkor azt mondta, mert mindig azt mondta nekem, Ritter von Trieper, nagyon helyes, megverekedte a vállamat, hogy nagyon, nagyon jó. És én ebben tartottam, és ebben voltam végig, és még máma is ott tartok, hogy én a nyelvem, az anyanyelvem német, és ahhoz ragaszkodok, de viszont én Magyarországon születtem, és itt meg is szeretnék halni. Szó mi rajta? Nach meiner Heimat zieht's mich wieder. Es ist die alte Heimat noch. Dieselbe Luft, dieselbe frohe Lieder. Und alles ist ein anderes so. Die Wellen rauschen. Einst vor Jahren im Walde springt wie einst das Reh. Von ferne hör ich Heimatsglocken läuten, die Berge glänzen weiß wie Schnee. Am Waldesaume steht die Hütte, hát élték a maguk életét, egy zárt közösségbe éltek, nem igen fogadtak be senkit, hiszen zömmel Budaörs még a 41-es népszámláláskor is 90%-ig német nemzetiségű volt, tehát nem volt ez létkérdés, hogy én most német vagyok. Én itt lakó magyar állampolgár vagyok, aki németül beszél, és ugyanolyan jogokkal bírok, mint akármelyik magyar, még akkor is, ha olykor a hivatalos községi emberektől érték is őket, hát kisebb, nagyobb hát atrocitások, mely ilyesmi mindig volt. Hát a 41-es összeírásnál mi hozzánk jött a Müller, és hát kérdezte, hogy maguk minek vallják, hogy minek érzik maguk. Hát édesapám mindjárt mondta, én magyar vagyok. És hát mink is mondtak, amit mondtuk, ami az édesapának, az mink is vagyunk. Mink is magyarnak érzünk magunk. Hát, hogy az anyanyelvünk német, hát az legyen német, de a nemzetiségünk magyar. De hát sajnos a sarokba hátul, a Levente utcában volt egy kocsma, oda is beült egy tanító, hogy Melik, ezt ma nem tudnám mondani, és azt mondta, ez az öreg asszony nem tud magyarul, hát ezt németül írjuk, hogy meg se kérdezték, hogy minek érzi magát. A Volksbundnak az volt a kívánsága, hogy mindenki német nemzetiségű, német anyanyelvűnek vallja magát. Ez hát nagy, vagy is mondjam, hát viták voltak, veszekedések voltak, agitálások voltak, hát te ki vagy, hát mi vagy, te nem vagy német, hát te magyar vagy, hát persze ma nehezen lehet ezt egyébként megmagyarázni, hogy a német anyanyelvű az magyar nemzetiségű. De ez a jogi képtelenség akkor arra szolgált volna, hogy azok a németek, vagy azok a magyarországi, hát svábok, ugye, akiket nem szédített meg a hitleri propaganda, hogy azoknak lehetőséget nyújtsanak arra vonatkozóan, hogy kifejezzék a magyar hűségüket. Tehát mondhassák azt, hogy hát anyanyelv német, mert hát hogyha nem tud másképp beszélni, hát mit mondjon, mint hogy az anyanyelve német. De
a nemzetisége magyar, és ezzel kifejezte volna, vagy ki is fejezhette a magyar haza, a magyar nemzet iránti hűséget. Amikor már községben is tudták az emberek, hogy hát az út háború felé vezet, akkor az emberek hát egy kicsit bizonytalankodtak, de mikor aztán a nagy győzelemek ideje következett el, akkor mindenki lelkesedett, a Volksbund tett is róla, már Budaörsen a Volksbundnak nem volt olyan túl sok tagja, mint ahogyan a magyar hatóságok ezt vélték, hogy így mondjam, kérdezősködéseim után, alapján, hogy körülbelül 801 néhány tagja, tehát beírt hivatalos tagja volt csak a Volksbundnak. Persze a szimpatizáló tömege jóval nagyobb volt, ezt se szabad végeredményben elhallgatni. Mikor aztán már az emberek a bőrükön érezték, hogy mi az a háború, akkor nem csak lelkesedni kellett és rádiót hallgatni, hogy hát ilyen zík, meg ilyen győzelmi jelentések voltak, mikor már kezdték a fiatalokat hát mozgosítani, önkénteseket toborozni. Jó, most erre is tudok beleszólni. Én emlékszem, ez a Volksbund kezdett, hát félrevezetik a svábok, a Hitler, nagyon. Aztán nagy hangsúly volt, mikor a háború után, aki bejöttek ilyen balik, hogy mindenki ment önkéntes katonának. Hát ne higgyen el ezt, érted, mert én itt voltam és tapasztaltam. 18 gyerek és 18 éves voltak. Ezek mentek önkéntes katonának aztán. Mikor Hitler ott Oroszországon bement, meg kell katona, akkor sorozták. 18-től 50-ig a ciklónik. Mindenki mondott, ezek a legputabb, a legszegényebb mennek önkéntesen. Ugye a legtöbb római katolikus plébános vagy evangélikus lelkész erőteljesen szembefordult a Volksbunddal, addig az itteni volt plébános, az bizony teljes egészében hát átvette a német jelszót, és bizony ő nem óvta a híveit ezektől a téveszméktől. Nem véletlen az, hogy ő azok közé, a nagyon kevés papok közé tartozott, akik bizony elhagyták. 44-ben itt hagyták a falut. Lesz még sütebő, lesz még lágykenyő, lesz még szalonna, és még paprika. Lesz még sütebő, lesz még lágykenyő, lesz még töpörgyő, lesz még sütebő, lesz még lágykenyő, lesz még szalonna, és még paprika. Lesz még sütebő, lesz még lágykenyő, lesz még sütebő. Hát mikor itt voltak, hát itt meg volt szállva a német katonák, annyi volt, mint a hangya, tudja? Ezek nem kérdezték, hogy itt lehet aludni. Bejöttek este, ja, das ist gut, das die Liegestadt. Ez nem kérdez, hogy én csak mondom, hogy én hol fekszek. Belefeküdtek, kettő só van. Ugye ezek mindenhol, ezek mindenhol otthon vannak, tudja? Ezek olyan németek. Nem ilyen, mint a magyar ember. A magyar ember az olyan, mint a párán. Ez enged, és nem van nagy szónuk. Magyar katona nem mert ezt csinálni. Bejövök, és befekszek az árba. Nem kaptam állást a háború után. Amikor már meghallották azt, hogy budaörsi vagyok, már voltam vágva. Budaörs, minden. Mint a nem tudom, így vérfolt lett volna Magyarország térképen budaörs. És akkor agyám csodálkozott az, mikor hazajöttem gyalog Budapestről. Azt mondja, mi van? Mondom, ma vagy nincs állás. Azt mondja, hogy az Isten vagy, te nem kapsz állást? Mondom, budaörsi vagyok és sváb vagyok. Mondom, kész, jó napot, mondom, nem megy. A 45-ös év az nagyon nehéz év volt a
községnek, illetve a község német ajkú lakosainak. Budaörsnek az úrnapi körmenet még ma is, de akkor különösen egy nagyon fontos színfoltja volt, vallási életnek egyik legérdekesebb megnyilvánulása. Akkor körülbelül 2 kilométeres szakaszon, virág mintákkal kirakott úton vezettem a körmenetet, mint pap. Akkor a körmenetből szedtek ki embereket, és én akkor úgy hallottam, hogy körülbelül 800 embert vittek internáló táborokba. Hát akkor én, mint kispap, asszisztáltam ott a plébános mellett, és láttam, hogy bizony hát ilyen fiatal emberek teherautókról ugrálnak le, és egy ilyen csatárlánc, vagy hogy hívják ezt, ilyen befogták a közönséget, és próbálták a férfi népet tehát befogni. Ezt amikor észrevettem, amikor megláttam, én ott hagytam a Zoltárt, és hát elmentem a férfiak közé, és ezt mondta nekik, hogy hát embereket próbáljanak szépen, mert ez is ez van. Megkerestem külön apámat és a többieket, és a hosszú budaörsi házak, illetve udvarok összekötötték az egyik utcát a másikkal, ilyen átjáró házak voltak, a legtöbb férfi el tudott menekülni. Hát aztán sajnos jó néhány akadt, aki hirtelenében hát tétovázott, nem tudott sem erre sem menekülni, az viszont ugye bement a templomba, és utána, amikor kijöttek, hát akkor bizony ezeket elfogták. Volt köztük iskolatársam, többek között, mint ha tegnap történt volna, mindenáron egy olyan táblát akartak a kezébe adni ezek a fiatal emberek, tehát, hogy én voltam, az ott a felirata, én voltam a legnagyobb forzomondista. De tudom, hogy szegényként nem volt, és ezt nyilván ő tudta legjobban, és hát nem volt hajlandó ezt a táblát átvenni. Ezért aztán igen kemény árat fizetett, ott a helyszínen megverték egyetlenül, utána többivel együtt elhúzolták internáló táborokba, és így tovább. Persze nem csak őt, hanem nagyon sokat, sőt, olyan embereket is ismerek mai napig, akik az orgona szekrénybe bújtak el, csak este mertek előjönni. Hát ilyenek történtek. 45-ben kisbíró a faluban járkálva kidobolta, hogy nem szabad németül beszélni, mert aki németül beszél, az büntetést kap. Most nem tudom, vagy internálást mondott. Nagyon sváb kiejtéssel, ő is alig tudott magyarul, de azért mondta, hogy mától kezdve nem szabad már németül beszélni. Hát 1946-ban megalakult a Mosonyi utcában a zászlóalj. Ez egy olyan zászlóalj volt, akit régi rendőrökből állítok össze, akinek egyenruhájuk volt. És a megalakulást követően pár napra rá bevagonoljáztak bennünket a keleti pályaudvaron, ilyen tehervagonokba, és kihoztak bennünket Budaörsre. És itt tudtuk meg Budaörsön, hogy tulajdonképpen mi is lesz a feladatunk. Ugye akkor az először, legelső sorban is a szállásolás történt, meg elszállásoltak bennünk, ugye a szállás, már meg volt csinálva mindenkinek a szállás, és akkor következő nap jött az eligazítás a rendőröknek, hogy kezdődik a kitelepítés. Keresett a kitelepítési kormány biztos, akire a Budaörs kitelepítése volt bízva. Egyébként Budaörs volt az első sváb község, amelyet kitelepítettek, semmi gyakorlatuk nem volt. Ha jól emlékszem, Barcsainak hívták, de nem vagyok benne biztos, egy ilyen történelmi neve volt. És hát közölte velem, hogy Budaörsön meg lesz a kitelepítés, és hogy ő szeretné ezt incidensek nélkül véghez vinni. Végül is ez nagyjából sikerült neki, csak azért nem úgy, ahogy ő azt hiszem elég naív módon először elképzelte. Vasárnap volt éppen, mikor a községet megszállta egy nagy rendőri
alakulat. Minden utat lezártak. A hévet ugyan járatták, de Bodaörsi nem szállhatott föl, tehát minden megállót őriztek. Bodaörsiek semmit se tudtak a kitelepítésről. A magyar kormány már decemberben rendelkezett a kitelepítésről. Meg is jelent a magyar közlönyben. A közlöny járt a község házára, de nem hirdette ki senki. Bodaörs volt talán az egyetlen falu község, ahol nem tudtak itt kitelepítésről, hogy itt van. Hiszen december 24-én, 23-án hirdették ki a közlönyben, és január 18-án megkezdődött a kitelepítés. Soha ilyen gyorsan nem dolgozott az államaparátus, mint akkor. Embereknek fel kellett menni az iskolákba, és ottan a kitelepítési kormánybiztonságnál jelentkeznie. És mindenkinek igazolnia kellett magát. Ha nem tudta magát igazolni, nemzetiségére vonatkozóan irgalmatlanul kitelepítették. A szövetséges nagyhatalmak berlini hármas értekezletének határozata értelmében a Lengyelországban, Csehszlovákiában és Magyarországon tartózkodó német lakosság anyaországába, Németországba hazatér, illetve áttelepül. Ez az intézkedés nem büntető szankció a német lakossággal szemben, mert a német lakosság hazájába, fajtestvérei közé települ vissza, ahol elhelyezkedéséről és megélhetéséről messze menő gondoskodás történt. A Szövetséges Ellenőrző Bizottság a magyar kormánnyal együtt mindent elkövet a legnagyobb áldozatok árán is, hogy ez az áttelepülés demokratikus módszerekkel, emberséges módon, előre megállapított terv szerint rendszeresen és zökkenőmentesen bonyolódjék le. Azt mondták nekünk, hogy el kell mennünk leltározni a faluba. Így én is belettem osztva egy fiatal ember mellé, és mentünk ki a Kálvári utcába. Én azt hittem, hogy a föld alá kell süllyednem. Tudnélik, én azokkal a lányokkal jártam ott iskolába, akik sokan arrafelé laktak. Hát én nem tudtam, hogy most pontosan hová megyünk. Pont egy volt osztálytársam, az megyek be, és ez honnan tudja, vagy elhiszi-e vajon, hogy én köteles vagyok, hát hogy engem kényszerítenek arra, hogy én menjek oda ki. Tehát rossz érzéssel mentem ki, és hát félelmembe próbáltam kezdeni beszélgetni azzal a férfivel, akihez tulajdonképpen be voltam osztva. És megkérdeztem tőle, hogy hát beszélték Budaörsön, hogy lesz kitelepítés, ez a 46-os kitelepítés volt. Beszélték Budaörsön, de azt mondták, hogy csak a volksmundistákat viszik ki. Ő azt mondta, nem, azt mondja, ez sváb kitelepítés lesz. Itt mindenki megy, itt mindenkinek menni kell. És akkor én kérdeztem tőle, és akkor az azt jelenti, hogy például nekünk is menni kell. És akkor ő azt mondta, hogy hát az jó valószínű, nem tudom. Egyetlen egy hely volt, ahol beengedtek minket. Ott egy fiatal asszonyka volt otthon. És az volt az első és utolsó leltárunk. Na akkor visszamentünk a községházára, és azt mondták nekünk, hogy nem lesz már leltár, mert lassítja a kitelepítést, és nincs rá szükség. Hát megszállták a rendőrök a falut, és kihordták a papírt, és hát van, akinek 24 óra volt, van, akinek 4 óra volt, van, aki még annyi se volt, hogy összeszedje azt a kis holmiát, azt vigye. Azt mink azért kaptuk a fölmentést, mert a lányom akkor beteg volt, a Rózsi, és hát kaptuk a felmentést azért. Január 27-én azt hiszem. Éjfél volt, azt tudom nagyon jól, 24 óra, még néztem az órát. Kopogtattak, azt mondja, 2 órán belül lezárják az lakást. Amíg viszik, viszik, ami nem, ami marad. Hát mit csinál az ember? Kis gyerek volt, 13 hónapos. Majdnem akkor láttam először, mert ő fogságban voltam. Az úgy volt, kiszedtük a gyereket a kocsiból, rózsákat kivettük, azt vettük egy kis holmit, olyan ruhát, valamit csak vigyük. Én elmentük onnét, azt kiküldtük az állomásra. De azok már egész délután rakták be a vagonokba.
Én csak gyerekkocsival gyűlik, ami volt. Azt mondják, hát moci, hát azt nem lehet, hát a gyerekkocsinak nincs helye, hova tegyük ezted? Hát annyira el voltam szomorkodva, aztán mérges is voltam, mondom az aposomnak, most ideférj, most mi lesz? Felhúztam az ajtót, fogtuk a holmit, amit csak a kezembe, hogy kivágtam az ajtón. Ah, miért? Csak fándli, minden, nem tudom, mindenük volt nekik. Bocsánat, azt nem lehet, hogy mit csinálunk? Lesz helye, vagy nem lehet? Csinálunk helyet. Akkor olyan szép helyet csináltak a gyereknek, hogy volt a gyerekkocsinak helye. Rá volt írva a vagonnak az oldalára, hogy batyúval megyünk, ágyúval jövünk. Ezt ők írták rá, akiket telepítettek kifele. Szóval az a látvány akkor el lehet képzelni ilyen időben, télen, batyúval összepakolva, és menni a végtelenségbe, a semmibe. Voltak éppen az, hogy én elkísértem ezt az első szállítmányt, az éppen ennek volt köszönhető, tudnélik, szerettük volna őket megnyugtatni. Tehát egyrészt azokat, akiket már telepítettek, másrészt az itthoniakat. Hát hogyha valaki önkéntesen vállalkozik arra, hogy elmegy velük, hát higgyék el azt, hogy nem Szibériába kerülnek. Persze, hát azért én sem voltam olyan 100%-ig bizonyos abban, hogy tulajdonképpen hol fogunk kikötni. Amikor egy másfél napi várakozás után megindult a téli időben, hóban és jégben és erős fagyos időben az első szerelvény, az emberek a magyar himnusznak a szavaival indultak neki. Akkor volt egy nyomtatvány ottan, azon rajta voltak 5 pontok. Az volt, rá volt írva, hogy mentesítést nyerhet. Azon voltak 5 feltételek. Aki nem volt, rajta volt, szóval aki nem volt önkéntes SS, aki nem volt a Volksbundlisten, aki 41-be magyarnak vallotta magát, aki nem visszanémetesítette a nevét, és aki közös házasságot kötött magyar családdal. Szóval ez az 5 pont volt, amiért lehetett mentesítést adni. A községben voltak olyan emberek, mondjuk akik mesteremberek, vagy hentes, fűszeres, tisztviselők, ugye ezek általában ezek szerettek volna itt maradni, és ugye ezek megkeresték azokat a tiszteket, ugye akik tudták, hogy hol vannak, hol dolgoznak, és magát a kormánybiztost is, meg engemet is többek között, és én is közöltem a Józsi bácsóval, oda mentem sokszor én is hozzá, Józsi bácsóval, lehet ezt az embert, mentsük meg, ha csak lehet. Azt mondja, Jánoskám, megcsinálunk mindent, azt mondja, ami tőlem telik, mindent megcsinálunk, azt mondja, de sajnos azt mondja, mindenkit nem tudom megmenteni, azt mondja, mert erre nincs lehetőség. Személyenként összesen 20 kg élelmiszert vihetnek magukkal. Ebben személyenként 7 kg liszt, tészta vagy kenyér, 1 kg zsír, 2 kg húsnemű, 2 kg hüvelyes és 8 kg burgonya lehet. Ezen kívül magukkal vihetik legszükségesebb ruha és ágyneműjüket, kéziszerszámaikat és háztartási felszerelésüket. Az élelmiszer és egyéb poggyász együttesen nem lehet nehezebb személyenként 100 kg-nál. Hát volt olyan, aki, ha jól emlékezem, valami kötőgépet vitt magával, a másik pedig a falról leakasztott valami kedves képet vagy fényképet, és éppen azt tartotta fontosnak, hogy magával vigye. Úgy volt, hogy a kocsi két oldalán volt a málha, volt a cókmók, és akkor úgy körülbelül ott közepén ott volt hát egy olyan szabad hely a kályha körül, ahol lehetett üldögélni, vagy ahol hát voltak az emberek. Emlékezem egyszer, hogy miséztem is az egyik kocsiba nekik, hát a málhákon a cókmók, az volt az oltár az egyik oldalon, és akkor hát ott voltak a másik oldalon az emberek. Ajaj, szomorú volt, mikor ki lett a telepítés, akkor a lánynak a mamája jött, és mondta, hogy elviszük
a fiadat, ha adott nekünk. És én mondtam, én nem adom oda, mert nagyon fiatal, majd mink is, hát a soron voltunk a telepítés, hogy mink is kerülünk a telepítésre, hogy nem adom oda, majd mink után fogunk nőni. A szegény lány kint volt a vasúton bevagonozva, és mondtam, Tóni, neked szabad a lányt kísérni, de haza fogsz jönni. Hazajött, az egész éjjel sírt nagyon, hogy én nem bírtam magamat, mikor a fiamhoz mentem, és mondtam neki, Tóni, keljél föl, menjél a Marikával el, még kint van. Marha vagonokba voltak, szalma volt beletéve, és hát körös körül ültek. Volt, aki énekelt, volt, aki sírt, szóval, de ezt sose felejtem el. Az egyik fiú, az trombitálta, aus dem Vaterhaus verstoßen, de akkor mindenki sírt, mikor ez trombitálta, de végig, de nagyon szépen trombitálta, soha, de soha nem fogom elfelejteni. Csütörtöki napon, emlékszem jól, vitték ki a holmiukat, és az éjjelt még ott töltötték. Én egy nővértársammal vittem ki pénteken reggel vödrökbe levest, hogy nekik és a főleg gyerekeknek meleget tudjunk adni. Január lévén hideg volt. És délben ebédet vittünk, és mikor mentünk kifelé, a réten keresztül messziről láttam egy asszonyt, hátán egy batyúval, és megy az állomás felé. Nem tudtam, nem ismertem akkor még meg, és mikor utolértük, az édesanyám volt. Hazament még egy kis vaskályháért, és azt vitte ki, mert az talán több meleget ad, mint a marha vagonokban elhelyezett dobkályhák, amivel fűthettek. És mikor kiértünk az állomásra, az édesapámat kerestem, ő pedig az ottani parkba gyűjtötte össze a fát, hogy legyen mivel tüzelni. Az ebédet leadtuk, és nem is tartózkodtunk tovább. Azt mondtuk, hogy estére megint hozunk ételt, és éppen el is készítette a konyhás nővérünk, összecsomagoltunk, és akkor jött egy asszony az állomásról, hogy most indult el a vonat. Úgyhogy ez egy nagyon kegyetlen dolog volt. Bementem a kápolnába, és ott voltam egy jó darabig. És így elmentek a szüleim. Wenn wir Budaörsche im 42. Jahr nach der Vertreibung aus unserer angestammten Heimat im schönen Ungarn immer noch so zahlreich zusammenkommen, um unseren heimatlichen Kiridow, das heißt Kirchweihfest, zu feiern, so liegt das einzig und allein darin begründet, dass man die Heimat einfach nicht vergessen kann. Freund gelegt,
bei mir, er liegt bei mir im Köhler. Er holt sein Hützeles Jankerlau und schreibt sein Muschkadöle. Er holt sein Hützeles Jankerlau und schreibt sein Muschkadöle. Das wird man selten finden, dass eine Ortschaft wie Budaörsch nach 40 Jahren noch zusammenfinden war, ja. Das ist unser Heimat lieb gewesen, also wirklich hoch, gell. Wenn wir jetzt geschätzt sind, dann können wir eigentlich dafür, dass wir als Schwaben geboren sind, gell. Und wenn wir rausgekommen sind, da ist dann, da waren wir die Ungarn, keine Schwaben. Bei den Gnäude Rosuccina, tag, wir sehen, unangebracht, ja, man Szabadi wollt. Ugye, hat das nem Schwab wollt, a barátom az Baranyai wollt. A bácsim az kis volt, és mindjárt kidobták akkoriban, másképp nem lehet mondani. Ezt kann man nicht anders verstehen oder sagen, alle haben sie uns hinausgeschmissen. Die haben mich gefragt, bist du ein Deutscher, bist du ein Slowak? Ich bin ja ein Kosovic, ich bin ja kein Schwabe, ich bin kein Ungar, ich bin ein Slowener, also ein Horvat. Das war noch ein Schlimme, weil sofort mit dem Kopf, die alten Leute mit mir, und zu Hause waren auch besorgt. Die ältere Leute haben immer gesagt, wenn wir rausgekommen sind, hier nach Deutschland, wir sind von Himmel in die Höhle gekommen, gell? Weil man uns hier nicht so freundlich aufgenommen hat. Gell? Und Ungarn war doch irgendwie für uns angestammte Heimat. Das kann man nicht schildern, da man es nicht erlebt hat, was das ist. Alles Leben im Stellwasser und jeder mit einem Kind mitgeblieben, fort in die fremde Welt. Und immer herausgekommen sind, hat uns gar niemand wollen mit unseren kleinen Kindern. Gell? Ich habe so Heimweh gehabt, dass ich krank war. Ganz, ich habe das erste Jahr sehr krank geworden. Weil ich die Wunde habe können. Gell? Ich glaube, das kann nicht möglich sein, dass man die Heimat so verlassen kann. Und so haben hier sitzen und gar nichts hat, war ganz schlimm. Dann sind die Polizisten gekommen und die sind nachher alle in Budaörs verteilt worden. Und wir haben auch zwei im Quartier gekriegt. Und nachher hat meine Mutter gesagt, ja, was sie wollen, sagt sie, nachher hat die Aussiedlung beginnt. Und hat meine Mutter gesagt, glaubt ihr vielleicht, dass wir so mir und dir nichts gehen? Nicht? Und dann haben sie gesagt, ha doch, das müssen sie. Mit den höchstens ein oder zwei Familien werden verschossen, die anderen gehen von selber. Hat einer der Polizisten gesagt? Ja, das hat er gesagt. Und hat meine Mutter gesagt, also so weit kommt es nicht. Ein Tag vorher schon eingewaggoniert worden, über Nacht sind wir am Bahnhof stehen geblieben und den anderen Tag Vormittag hat es geheißen, also jetzt geht der Zug nachher bald weg. Und dann ist tatsächlich der Zug weggefahren, das war der 2. Februar und hat es gerade gelitten, wir sind in der Kirche drunter. Wir sind alle immer geheilt, wir sind gesessen und haben geweint und die Glocke hat geläutet und der Zug ist ganz langsam rausgefahren. Natürlich haben wir uns nachher wieder mal erholt nicht? Und dann sind wir 8 Tage unterwegs gewesen. Da sind wir ein paar Stunden gestanden. Und dann habe ich immer nicht geglaubt, dass wir rausgeschmissen werden. Und wenn man denkt, so, jetzt muss ich die Wohnung leeren, dann kannst du wieder haben. Ja. Und auf einmal ist es weitergegangen. Wenn man denkt, jetzt warst du 6,5 Monate in der Gefangenschaft und bist nicht nach Russland gekommen, aber jetzt kommst du. Dass wir nach Deutschland kommen, hätte ich nicht gemeint. Erst in Passau, wo ich die ersten Amerikaner gesehen habe, da habe ich nicht so in Deutschland. Und dann habe ich erst gesehen, was der Krieg ist. Ja. Und dann haben wir ein Kind gehabt, den Bub, und eins war unterwegs. Dann haben wir mal einen Anzug, nichts, und ein bisschen Bingo. Dann haben wir gedacht, du verhungerst. Kennst niemand, hast niemand, zum Tausch hast du auch nichts. Nicht? Und dass du mal ein Haus und ein Auto findest, kann ich nicht gehen. Wenn ich jetzt Gitarre bitte, Astmunder, törjetek az ablakot be. Csináljatok mindent, hogy aki utánatok jön, ne legyen rendes a ház, és ne örököljenek tőletek valami rendeset. Minden elrontjuk az egészet. Be is törtünk az ablakot, de másfelét nem tudtunk csinálni, nem? Nem hittük, hogy nekünk ki kell mennünk, mert mind a kettőnek az apja, mint magyar katona halt meg. Nem mint német. És mégis...
ima könyvet, meg ilyesmit vittünk, ami nem volt haszon akkor, mikor kijöttünk. És mikor kijöttünk, először a legelőbb gondok és a kérdésünk volt, hol van itt egy templom. Az volt fontos. És mikor a templomba bejöttünk, akkor éreztünk, hogy otthon mindenhol van, ahol templom van. Csak az fájt, hogy azt mondtak, jöttek a, vagy a cigányok, és mink azt mondtunk, és ő voltak a svábok, és Magyarországon mink voltunk a svábok. Nem tudtuk, hogy most ki német, vagy ki sváb, vagy ki cigány. Nem ismertünk ki magunkat, hogy mi vagyunk. És nem voltunk semmi, csak flüchtling voltunk. Ugye? És aztán jöttek a parasztok egy-két nap múlva, és keresték a fiatal fiúkat, meg akiknek nem volt gyerekük, és azok kaptak lakást, kaptak munkát, és nekem volt két kisgyerek, még nem kaptunk lakást se, munkát se, pedig a német, a katona nálunk vendég volt, mikor Budaörsön volt. Kaptak a jó ebédet, a jó vacsorát, kaptak a szép ágyat, a szép szobát, és mink ott semmi voltunk. Mindenki írt, mindenki meg akarta az itthoniakat nyugtatni, hiszen nem kis feszültséggel, nem kis bizonytalansággal indultunk útra. Hát az is nagyon kérdéses volt, hogy egyáltalán hová érkezünk. Tehát összeszedtem a leveleket, és pár nap múlva aztán sikerült onnan visszajönni. Hát itt természetesen megint csak még nagyobb zűrzavar fogadott. A levelek nagy részét már nem volt kinek átadnom, mert közben már az újabb és újabb szállítmányokat indították útnak. Itt általános kitelepítés volt. Ez most sváb volt, vagy magyar volt, vagy tót volt, vagy szerb volt, vagy ez teljesen mindegy volt. Hát itt volt, hogy szabati, pálinkás, pokkor, szarka, pence, kis. Itt teljes, hogy ez most magyar katona volt, vagy német katona volt, vagy volksbundista volt, az teljesen mindegy volt. Az, hogy ilyen házról házra való kitelepítés folyta, ezt senki nem tudta volna elképzelni, hogy ez lehetséges. Ugye akkoriban az itthoni magyarok közül is nagyon sokan a kollektív felelősséget hirdették. Tehát azt mondották, hogy a németek, a német nemzetiségűek, a német ajkúak kollektíve, mint németek, felelősek mind azért az pusztulásért, mind azért a szörnyűségért, azért az 50 millió vagy mennyi halottért, ami ember áldozatot követelt a második világháború. Ez a kollektív felelősség, ez azonban véleményem szerint egy negatív előjelű, és ugyanolyan fasiszta vagy nemzeti szocialista gondolkodás volt, mint amit jogosan a hitleréknek fölró az emberiség. Ahogy a hitlerék embereket bűnösnek, vagy alacsonyabb rendűnek, vagy életre nem méltónak minősítettek pusztán azért, mert más volt a szemüknek a színe, hát ugyanúgy képtelenség egyszerűen bűnösnek és felelősnek nyilvánítani valakit, csak azért, mert német az anyanyelv. A hegyen levő kápolnának külön volt búcsúja Budaörsön. Akkor a belügyi szervek tudták nagyon jó, hogy ez egy nagy ünnep a parasztoknál, a katolikusoknál egy búcsú. És be is jött a számítás, mert sok legény, aki addig szökésbe volt, az előkerült, és hát elment az ünnepi ebédre a családjához. És akkor körülfogták a nyomozók, a rendőrök a községet, és mindenkit igazoltattak, és aki nem volt,
aki nem volt bűnös, aki nem is volt katona, személy szerint engem is ráfogták, hogy én SS főhadnagy voltam, egy napig nem voltam katonakörnökben, én végig dolgoztam, 44-ig. És a budőrséget, akiket összetereltek, a gyalog elterelték Diósdra. Minket már nem tudtak elvinni a nyomozók, fölpakoltak és elvittek magukkal a Hárfa utcai rendőrségre. Akkor ott székelt a budakörnéki járási rendőrség. És akkor megkérdezték, hát, hogy honnan jöttem, hát mondta, hogy hogy hívnak. Hát Feltofer András, hát akkor kaptam két nagy pofont, és akkor, hát ez volt a bemutatkozás, és akkor na hol születtél, honnan jöttem, Budaörs, hát az volt a második, hát mert mi elég rossz nevű volt, Feltofer és Budaörs, hát ez már több a soknál, és akkor az volt még az isteni szerencsém, egy nagy ember volt, az őrnagy vagy, nem, vagy főhadnagy volt, pofon vágott, és elerett az orrom vére, és valahogy a szemembe csöppent egy vér, azt hittem, hogy kivert a szememet. És akkor abba hagyták, amikor tudom, hogy a gépíron odajött, és letörölték a szememet, és hát csitítgattak vizesre, amikor letörölték, és akkor már egy kicsit humánusabban, már, akkor már nem vertek utána, sőt, utána jött a feleségem, hozott egy rántotást, még azt is megehettem. Már egy pár hét eltelte után kezdtek éjjel bezörgetni a lakásokba, és kérték a mentesítést. Akkor a legjobb az volt, mikor már ez harmadszor, negyedszer előfordult, a legjobb az volt, hogyha már mindenki kikászmászott a ágyából, és ott volt a mentesítés, az mindig oda volt készítve, ha jönnek, hogy kézni legyen, és odaálltunk sorba, nincs visszaszökött sváb. Tehát nekünk megvan a mentesítésünk. Ugyanis visszaszökött svábokat kerestek. És ezért, állítólag ezért ment ez az éjszakai vadászás. És ez elég sokáig tartott, legalábbis jó pár hétig tartott. Akkor volt egy nagyon másik kellemetlen dolog is, hogy elkezdődött a rablás. És akkor elmentek az üres házakba éjjel, általában éjjel, rabolni. De nem a budaörsiek mentek rabolni, de azok tele voltak a saját bajukkal, hanem akik oda jöttek már lakni. És csak azt láttuk, például apám, édesapám fölment a padlásra, és onnan át lehetett látni a szomszédházba. Az egy hatalmas nagy parasztház volt, gazdag emberek voltak, nagyon sok mindenük itt maradt. Napokon keresztül, éjszakán, nem napokon keresztül, rosszul mondom, éjszakákon keresztül, több éjszakán keresztül rámolták azt a házat. Teljesen kihalt utcák, éjjelre mindenki bezárkózott, gyanús zörejek, óriás teherautók jöttek, megálltak egy ház előtt, kifosztották, elvittek mindent, ami volt. Noha olyan nagy értékek nem voltak, ezek olyan paraszt emberek voltak, akiknek mindenük a föld volt. Akik még itt maradtak, reménykedtek abban, hogy megmarad a földjük, és komolyan megművelték. Régi szokás szerint kapáltak, kötöztek, elvégezték a szükséges munkálatokat, és amikor az új gazdák, annak mondtak, mi telepeseknek mondtuk őket, meglátták, hogy ez egy szépen művelt darab, és akkor azt mondták, elment a községházra, hogy ettől a svábtól ez ezt és ezt csinált, ezt és ezt mondta, ettől el kell venni a földet, és akkor adtak neki a falu szélén egy parlagot, és azt a megművelt, amit ő vetett talán, ha szántóról volt szó, akkor ő vetett, nem ő aratta már le, már az új gazdának osztott. És volt olyan eset, hogy egy évben háromszor osztott a földet. Konkrétan az én szüleimről is szó volt. Cserélődtek állandóan a földek. Mindig cserélődtek. Mert mindig a jobb földet, amikor látta az az illet, az a partizán, látta, hogy ennek milyen jó szőlője vannak a budaörsinek, a hajtás innen te kimész, oda mész, az a tiéd, az az enyém. Mert azt mondja, a papíron így van. Csináltak olyan papírt, kérem szépen, hogy ő nem azt kapta, hanem ezt kapta. És akkor kérem szépen, ez lett a vége, ez lett a nóta vége. Hogy ki, aj, de hány ilyen csinál. Borzasztó, sok ilyen dolog történt itt, nagyon sok dolog történt ilyen. És az a ház, ami megtetszett ezeknek a főjebb valóaknak, azoknak ki kellett aztán menni, és ők mentek belakni. Akkor az a kis azt hitte, hogy a ház az uramé. Lát, hogy nem leszünk kitelepítve, és akkor valamit ráfogtak. Ami egyáltalán semmi nem volt igaz belőle, hogy ráfogt, és be is hívott ottan tanút, Bábelt, meg a fazekast. Halljátok, hogy mit mond a Gergely, hogy
majd visszajönnek a svábok, majd szaladnak maguk innen, majd adunk a kommunistáknak. Hát hogy mert volna ilyesmit mondani? Kis úrnak mondtuk neki. És hát rendőrségre hívták, és onnant akkor Hársfa utcába először, utána Markóba és a Kőbányára került. És ott lett, onnant lett a tárgyalás, a 2 évet kapott. És én közben állapotos voltam, és akkor mondta az ügyvéd, hogy én is menjek a tárgyalásra. Ha mentem, és azt mondta, a családi állapotra tekintetve csak 2 éven, mert máskülön többet kapott volna arra vádra. Mert itt olyan emberek kerültek ide, akik nagy hősöknek adták magukat, ellenállóknak adták ki magukat, akik egymást igazolták. Nem tudta senki ellenőrizni, mi volt az igazság, és voltak itt olyanok, akik hogy közönségesebb összevesztek a koncon, és mindenki nagyobb hősnek akarta ki, hogy nekem nagyobb darab jut, nagyobb ház, szebb föld és nagyobb, több ingóság. A Kőhegy mögötti pincesort, ott volt egy körben 40 pincéből álló gyönyörű pincesor, megmaradt a bombázás után, megmaradt a kitelepítés után, utána egy helyi tanácsi alkalmazott, összejátszva egy kereskedővel, a présházakat lebontották a faanyagért. Itt egy fosztogatás, mint egy minden, itt a lábastól kezdve a gerendáig, itt a hordóig mindent elvittek, eltüzeltek, elpusztítottak mindent. Régi dokumentumok vannak, ugye, itt vannak a képek, tessék, mindent. Ezt meg lehetett volna őrizni, nem kell mindent elpusztítani, mert ez kultúra minden. Ugye, mint tegyem hozzá, most Erdély, tessék, itt van, ugye, Budaörs, Kálvár, Kápolna, minden tönkre van téve. Tessék, mit mondjak még? Körülbelül 1000 ember maradhatott akkor vissza, és a következő évig még körülbelül ennyien jöttek, akik hát Magyarország különböző részein ismerősöknél tartózkodtak. Úgyhogy úgy gondolom, hogy 47-ben már olyan 2000 körül lehetett az őslakosoknak a száma, és ezekből aztán megint közel 1000-et kitelepítettek a második kitelepítéskor, amelyik kifejezetten egy rossz akaratú akció volt. Azokat telepítették ki, akiknek háza, földje, birtoka volt még. A svábok mennek, helyükbe magyar telepesek jönnek. A belügyminisztérium népgondozó osztálya minden másnap indít egy szerelvényt Németország szovjet övezetébe, amellyel emberiesség törvényeinek megfelelő módon szállítják haza a svábokat oda, ahonnan jöttek. Minden szerelvénnyel 2 vagon élelmiszer megy, dietik a holmiukat és a bútorokat. A tanácsházon ki volt téve egy ilyen lista, és rajta szerepeltek. Akkor már szaladgált az édesapám össze-vissza, mert jobban volt itt mindenkivel, mert bort árultunk akkor, és aztán a háznál ittak ott ezek a... Mindenki elnökök, meg ilyenek, aztán azt mondja, hogy nem létezik a partizán, és ott ittak. És mégis kitelepítettek. Oda jöttek a gépkocsa, és 40 kilóval fölraktak, elvittek Budafokra, és onnan a Kelet-Németországba, ezt már Kelet-Németországba vitték a második kitelepítést. A mi házunkban mindjárt beköltözött a törvénybíró, aki akkor volt, nem is tudom, hogy hívták, Ferenci Béláék, már egyik házból, amit ott elfogyasztottak, már jöttek a miénkén, mert ott még volt 6 disznónk, 120-50 kilósak, még a pince is tele volt borra, a szüret előtt volt az is még. Hojeszverdában ott volt egy láger, oda lettünk ki, ilyen zsidó láger lehetett régen. Oda tettek minket, egy hétig ott voltunk. A polgármester jött és ott hozott ilyen címeket, hogy mindenki választhatott magának lakást. 3-4 címet adtak, és azokat oda kellett menni és bemutatkozni, nem, hogy megengedik, hogy... De sehol se akartak befogadni. Hát a lágerben ott szépen telt, ott minden este olyan táncolt éjfélig. Ilyen sváb zenekar volt, rezes banda volt. Vigasztaltak talán meg, mit tudom. Ennivel az nagyon szűkén volt. A feleségem állapotos volt, akkor 6. hónapban volt már.
hogy nem akartuk, hogy a gyerek ott szüljön meg, szülessen meg. Hazaszöktünk, mert itt még el van dugva egy kis liszt, meg zsír, meg ilyesmi. A szomszédokba áthordtunk, amit lehetett. De hát abba se kaptunk vissza semmit. És én ültem, és a később mondott, hogy csodálkozott, hogy tudtam a nyugodt lenni, mikor jöttek a mindenki már pakolni, mert itt áll a kocsiként. Én mondtam, én nem pakolok semmit. Hova menjek öt kis gyerekkel? Férjem nincs itt, van a két időszüle. Szüleimmel, hova menjek? Én itthon maradok. Én nem megyek sehová. Akkor azt mondták, csak Budafoki kell, utána úgyis visszaengednek minket Budafokon, mert ott látják, hogy mondom, én nem megyek. És itt volt már Budaörsön egy mentesítő orvosnő. Akkor a bátyám az is jött, és keresték azt az orvosnőt, hát akkor jött, és ottan állt az ajtónál, állt a gyerek az egyik a bölcsőbe, a másik a kocsiba, és aztán ránézett, azt mondta, az a gyerek nem szállítható, maga maradt itthon, marad, és ápolja a gyereket, és a rendőröknek szólt, hogy hát nem lehet őket elvinni, és írta a fölmentést, és így maradtunk itt. Az utcán éppen elment egy fényképész, akit ismertem, és megkértem, hogy jó volna, ha fényképezne le, hát ha ez egy utolsó eset, hogy találkozunk, hát ha többi nem látjuk egymást, és tényleg így sikerült, hogy egy fényképet tudtunk csinálni még előtte. Ez az én szüleimnek a háza, innen települtek ki édesanyám, édesapám, testvéreim, húgom és öcsém, a nagylányommal itt vagyok. Futottam mindenkin keresztül, mezitláb, mert föltörtek a cipőm, és fölugrottam a kocsijára, és megmondtam neki, kormánybiztos úr, nem tudtam bejönni a tanácsházra, mondani a kérésemet és a családi állapotunkat. Van egy 90 éves nagymamám, nem szállítható. Édesapám 27 évig szolgált a Honvédelmi Minisztériumban, mint altiszt, megmagyarosította a nevét, magyarnak vallottunk magunkat. Hát miért kell nekünk menni? Akkor azt mondja, asszonyom, ez a család marad. Nem esik kitelepítésre. Ja, mondom, ki hiszi ezt el nekem? Akkor odahívott egy rendőrpajtás, jöjjön ide, vezesse ezt az asszonyt haza, és mondja ott a rendőröknek, mert már a ház előtt álltak a rendőrök, hogy ne bántsák ezt a családot, ez a család marad. A nagymama meg a rokonok, a fele már kint volt, elment, hát nem tudtuk, hova viszik őket, ugye? Nem dolgoztunk, aztán kártyáztunk, jöttek a haverok, volt egy török bálinti udvarlom, aztán mondja egy párszor, te azt mondja, nekem olyan gyanús ez a rendőr, hogy ez ide jár, mondom, ne félj, nekem nem kell rendőr. Nem nagyon tetszett nekünk, mert hát mégis egy sváblány és egy szabolcsi fiúhoz menjen, hát azért ez egy kicsit furcsa volt nekünk, de hát a végén nem engedett, hát akkor csak oda kellett adni a lányt. Hát nagyon sok, nem tudom hány rendőrnő sült ide Budaörsre, csak 6 vagy 7 rendőr vett el sváblány Budaörsön. És voltak olyanok is, akik ki is mentek velük a vagonnal, mint kísérő, és nem is jöttek vissza, voltak olyanok is. Egyszer jött egy fiatalember a házunkhoz, és hát bejött a konyhába, és akkor azt mondta, csukjuk be az ajtót, pedig hát nyár volt. Na jó, becsukta, és olyan hallgan beszélt. Ha mondjuk, miért beszél olyan hallgan? Hát ezt nem szabad senkinek hallani. Akarnak mentesítve lenni? Miből? Hát megint lesz egy kitelepítés, és magukat biztosan viszik. Hát miért? Hát most lettünk mentesítve, most már megint visznek minket. Egész biztos, hogy maguk is rajta vannak a listán megint, és maguknak menni kell, de én tudok magának segíteni, akarnak itt, hát persze, hogy akarunk itt maradni, de tudják, hogy ezért pénz jár, akkor a mama azt mondta, pénzünk nincs, ha nem tudunk pénz nélkül itt maradni, akkor megyünk. 3 hónapra kaptuk a fölmentést, de aztán mindent ott kellett hagyni, úgy, mint ahogy ha kitelepítettek volna, 5-ször költözködtünk. Dolgoztunk 2 darab szőlőt, és mielőbb a termést el tudtuk volna hozni, a tanácsnak itettek egy 3-as listát, és nem szabadott már bemenni.
mások leszüreteltek, aztán napszámba mentünk meg, hát ahogy lehetett. A lakásból kitettek, ugyanúgy, mintha elvittek volna. Ugyanúgy. A földet, a lakást, a bútort, mindent, ahogy mindent el. Hát a két kezünket meghagyták. Mit csináljunk, ez volt. Nem egyedül voltunk így, hát sokan voltunk így. Az egész utcában ketten, hárman maradtak itt. Senkinek nem maradott meg könnyen valami. Nagyon-nagyon kevés százalék volt, akinek mondjuk megmaradott úgy gond és szabadkálás nélkül. Az én házam az pláne nagyon volt, hogy hát nem. Még mai napig se voltam bent, és nem maradott az meg. Pedig nekem már a mentesítés a kezemben volt. És mai napig senki nem kérdezett, hogy ki volt az a ház, vagy miért keredet vették el, vagy miért, azt mai napig nem tudom. Régi házon jóson észre sem vettem, már elintem, még néztem mindig, hogy ki van bent, meg minden, meg a földeket. Láttam, hordták haza a szőlőkarokat, amit én csináltam évekig. Minden télen szőlőkarot csináltam. És a telepesek, akik itt voltak, ezek csak tüzelték a szőlőkarot. A berendezést nem tudom, a bútorokat elhordták, hogy nem voltam. Milyen képben már alig volt ott valami. Még a tanácsházal visszavásároltunk egy-két bútort, mert lefoglalták. És akkor elárverezték, és ezt szóltak nekünk, hogy a mi bútorunkat elsőbségünk van, hogyha akarunk belőle valamit venni, és akkor még a kukorica morzsolót vettem meg, akkor még egy ilyen rekamit, meg ilyesmit, ágyat, ami a miénké volt régen, azt vettük meg. Pincéket lerombolták, de sok pince, ami tele volt borral régen. Most még alig vagyunk, már hárman vagy négyen, akinek van pincéje. Része teljesen tönkrement, szöllők elvadultak, be se lehetett már menni, úgy összenőtek. És hát ezek a önmagukat földművesnek kitüntető egzisztenciák aztán lassanként elhagyták Budaörsöt, eladtak minden eladhatót, végül eladták a házat, és továbbálltak. Jöttek egységes csoportok, például Felvidékről kitelepített magyarok, vagy Erdélyből elmenekült magyarok, akik az alatt a két év alatt, amíg Erdély egy része Magyarországhoz tartozott, nyilván kompromittálták magukat magyarságukkal, és akkor hát önként eljöttek. Szeretet és gondoskodás várja hazatérő testvéreinket. Érdekes módon. Nem ezek kapták ám elsősorban az áttelepítettek a házak, szép házakat, azoknak szereztek másokat, olyan kaptak, akik hát állítólag, hát politikailag, vagy talán nem kellett volna használnom az állítólag szót, hát mondjuk érdemesek voltak. De ugye hosszú évek után az ember rájön arra, hogy hát ez a politikai érdemesség hát először megkérdőjelezhető olyan patentátok esetében is, akire az ember esküdött annak idején.
akkor ezt a választ kaptuk. Levelére válaszolva közli önnel a nagykövetség, hogy kitelepítettek visszatelepülésre jelenleg nincs lehetőség. Amennyiben német útlevéllel rendelkezik látogatás céljából, kérhet beutazási engedélyt. Augusztus 18.55. Otthon napirenden volt ez a téma, hogy hazamenni, mert az én apám akármit vettünk kint, akármi volt, az mindig mindenre azt mondta, jó, ez mind szép és jó, csak otthon lenne, csak otthon állna. Szóval ő benne olyan rettenetes honvágy volt, és ő azt mondta, hogy akármilyen úton, módon, de ő haza fog kerülni, és haza is, csak ez volt mindig a téma, hogy haza. És hát végül is aztán évekbe tellett, hát először a nagyszüleink jöttek, 54-be, és mi aztán 56-ba sikerült mindent úgy összeszedni, hogy hát egy vagont bérelve minden ingóságot meghozhattunk, hazahozhattunk, de azt eleve alá kellett írni egy papírt, hogy semmiféle ingatlant, vagy akármilyen föld, ami volt azelőtt, arra nem tartunk igényt, vagyis nem lehet visszaigényelni. Amikor hazajöttünk, hát persze nagyon meg voltunk lepve, mert hát ezek is egy kicsit becsaptak minket, mert az anyám, meg a bátyám azok itt voltak, és azok hívtak, hogy milyen jó itt, meg ez, meg az, aztán hát a legszívesebb, hogy gyalog mentünk volna vissza, amire megijedtünk, mert olyan szegénység volt itt, még se lakás nem volt, ők arra nem jöttek semmit, csak írtak, jöjjünk haza, minden jó van. Nekünk csak az volt, hogy hát lakást kapjunk, meg hát dolgozni, ugye munkát, hogy hát tudjunk, akkor még fiatalok voltunk, még összetudtunk mindenféle szedni és spórolni, úgyhogy meg tudtuk venni a saját házunkat. Volt egy eset, egy öreg bácsi, egy Schwab bácsi, az adott egy szántot vissza, mivel tudta, hogy milyen volt, és ő hát rendes volt, tudta, hogy nem kapunk semmit, hogy valamilyen támpont legyen nekünk indulásnak. Nekem az akcentusom végig megmaradt, és ebből nekem nagyon-nagyon sokszor hát olyan rossz élményeim lettek, szóval engem megaláztak itt Magyarországon nagyon sokszor. Szóval ezt nagyon sokszor megkérdezték, hogy te miért nem beszélsz rendesen magyarul. Talán ezért is van az, hogy az én gyerekeim, mert én nem tanítottam meg az én anyanyelvemre. Hát 2 éve, hogy hozzáfogtunk, és tavaly augusztusban lett lebontva ez a régi ház. És hát nekem egy nagyon nagy kérésem volt a régi házból, egyetlen egy, mindenről lemondtunk, csak azt mondtam, hogy ezt az egy ablakot, ezt nagyon szeretném, ha valahova még be tudnánk tenni. Ezen az ablakon zörögtek, és kifelé az állomásra pakolni, és ki. 52-től vezettem az itteni, hát először 2 évig férfi kar volt, utána 54-ben vegyes kórus lett, amit 29 évig vezettem. Ebbe egészen, azt lehet mondani, majdnem 60-ig nem engedtünk magunk közé olyan embert, csak olyat, akit egy kórustag tényleg jól ismert, és azt mondta, hogy ez egy rendes ember, ez a társaság belefér. Más nem engedtük magunk közé, mert féltünk attól, hogy ki tudja, hogy milyen ember az, aki jön. Lehetséges, hogy nem lett volna alapja a dolognak, de hát annyira bizalmatlanak voltak az emberek egymás iránt a faluban, ugye, mert azért nem ismerték egymást, ugye, mert mindenki máshonnan jött, hogy ez mondjuk természetes következménye volt ennek. Egy nap beállít hozzám egy számomra ismeretlen úr, és keresett engem, és utána bemutatkozik, és megmondja, hogy ő volt itt a kitelepítési kormánybiztos. Azért jött, mert őt is annak idején kitelepítették Budapestről, és most visszajöhet, de Budapest területére nem mehettek. A Budaörs nagyon közel volt, hogy nem tudnék-e neki lakást szerezni. Hát nem tudtam, mert sok ilyen kérés jött hozzám, és nagyon nehéz volt akkoriban Budaörsön lakást szerezni. Csak egy érdekes játék a sorsnak, hogy ilyen módon találkoztunk. Még egyszer nem tudom, mi lett aztán vele. Was mich sehr, sehr lange beschäftigt hat, war mein Vater. Mein Vater, ich will das sagen, ich will es heute nicht übertreiben, aber es war so. Mein Vater ist an Heimweh gestorben.
Wie viele mein Vater andere? Hat die Umstellung hier einfach nicht, er hat nicht geschimpft, andere? Er hat nicht geschimpft, er hat dann, er hat das Unrecht auch nicht dauernd betont, aber es ist in sich zusammengebrochen. Und ich war sehr stark, ich bin sehr stark vatergebunden gewesen. Und das hat mich also lange, lange beschäftigt. Das ist aber nicht zum Gegenteil geworden. Ich hätte ja aufgrund der Vatergebundenheit, hätte ich ja nun Hass fühlen müssen. Das habe ich Gott sei Dank nie getan. Und zwar deswegen auch nicht, weil ich gewusst habe, ich würde ja auch meinem Vater nicht gerecht werden. Weil mein Vater hat bis zu seinem Tode einfach immer nur gut über Umgang gesprochen. Későbben 6-8 év már jöttek, látogatunk, ó, azt mondták, még úgy érzem, gyere ki, nézd meg, hogy élünk mink. Ma igaz is volt neki, mondom, én nem vagyok kíváncsi, nem megyek sehova, én még nem voltam külföldön sehol, nem is megyek. Az egész Amerika kapok, akkor sem megyek el, itt maradok. Mert magyarok vagyunk, pardon. Ugye? Akármilyen származású, német, vagy tót, vagy román, vagy akármi, én itt születtem, mert én is kimehettem volna 56-ban, még a bátyám is, mert csak ketten vagyunk itt. És a nagybátyáim mondtak, hogy miért nem jöttetek, én nem mondom, itt maradunk, mondom. Így volt ez. Ez szent igaz. Itt a Laufeni temetőben sok budakörnyéki kiterepült sváb nyugszik már. Vannak így leányváriak, meg budakesziek, és főleg budaörsiek, például Kreis, Weber, Frank, Hauser, családok laknak itt, Power. Például itt hátul látom Frank, Anton Frank, odahaza szódás volt, született 1905 Budaörsön, én is voltam itt a temetésén. Ha meghalt egy budaörsi kint Németországba, akkor a rokonai valamelyik ismerősüknek budaörse írtak, és kérték, hogy itt egy gyászmisét mondjunk értük, illetve a mise végén harangozzunk az emlékükre. Úgyhogy ez is szokássá vált, ha a templom hirdetőtáblájára mindig kiteszik annak a halottnak a nevét, hogy hol halt meg, hol lakott utoljára. Én szeretem. Miért nem? Egy országban laktunk, hogy ők hagyták a mi németségünket, arra jogunk volt. Igaz? És akkor háború után úgy büntetek bennünket, hát az már nem, hogy szemtelenség, az embernek van, csak egy hazája van. És ahol született, ott a hazája. Igaz vagy nem? Az nem számít, hogy 17 ezerkor jöttek az én ősöm Németországba, az nekem nem érdekére. Ahol én születtem, ott az én hazám. És most kérem szépen, voltam Magyarországon, jöttek két magyarok, idősebb, nagyon idősebb emberek voltak, valami 80 körül. Én sajnáltam őket, mert nagyon szegényesen voltak. És akkor ők azt mondják, nem szóltam semmit, a férjemesebben beszéltem, hogy észreveszik, hogy én sváb vagyok. A büdös svábok menjenek ki. Az fáj. Mondom, ki hol született? Én születtem, mit az az én hazám, nem a maguké. Én 40 éve vagyok külföldön, Belgiumban. És nagyon jól sorunk. Jól élünk. Jobban, mint Magyarországon. Csak a honvágy
az mindig marad. Vagy te 60 éves, 70, az mindig jön. És a szemtelenség. Mikor az én húgom az 3 éves volt, mikor jött, azt nem tudja, hogy te én 17 voltam. És az úgy mindig marad, ugye? És mondom, hogy otthon voltam nagyon szép, de én, az nekem fájt, én úgy mentem, mint külföldi, az én saját hazámba. Mondom, ha én Belgiumból elmegyek majd a Magyarországba, akkor azt mondom, megyek haza. Ha Belgiumból elmegyek Németbe, ott van a családom, elmegyek haza, de hol van a hazám? Belgiumban sem vagyok otthon, már 40 éve. Az ember nem tudja elképzelni, hogy ilyesmit lehet. Jetzt heul einmal! Für die Pflege gibt's ein Pulver, für die Schuhe gibt's ein Wix, für die Dusch gibt's ein Wasser, nur für die Heim gibt's nix. Hola, ein Haus, der bloß die Moscheste die Gaslampen aus. Hola, 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 meine Schwester spielt Geige, mein Bruder Klarinett, der Vater haut Mutter, das gibt ein Quartett. Hola, 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 tut faulenzen, meine Schwester pflegt Ruhe, mein Vater reißt Maul auf und ich scheine zu. Hola, 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 wann darf ich denn kommen zum Fenster zu dir und denk drau, dass kalt ist, dass ich nicht da frier. Hola, 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 Musik, aber niemand muss er gerade hier.